Ez a Kovácsi utca, Tevel egyik külterülete. Korábban önálló település volt népes lakossággal, mielőtt összeépült a községgel. Ma már csak ez az utca jelzi a kapcsolatot, ahol 23 lakos él életvitelszerűen. Az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy a település részen élők komfortérzete hasonló legyen a községben élőkkel, mindennapi életüket kívánták segíteni. Illetve számos kiskert és a környező szántóföldek felé is. Ez az utca vezet, így született meg a felújítás ötlete. Nagy örömünkre a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt külterületi utak fejlesztése pályázatán nyert is a településünk. Ez egy ilyen 700 méter hosszú útszakasz volt, amit szilárd burkolattal tudtunk ellátni, és úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó minőségű utat tudtunk varázsolni az itt élő lakosok, illetve az itt gazdálkodóknak a számára. Mindemellett a vezetékes ivóvízrendszer kiépítése is folyamatban van. A munkálatok költségét megközelítően 10 millió forintot az önkormányzat saját erejéből finanszírozza. Továbbá a magas energiaárak ellenére Tevelen úgy tervezik, hogy egyetlen intézményüket sem zárják be. Olyan intézkedéseket próbáltunk ugye mi is eszközölni, hogy az óvodánál is picit visszavettük a hőmérsékletet, és ilyen 22 fokban tudjuk azért a gyermekeket tartani, tudni. Ez mellett az önkormányzat tető szerkezetén is ugye napelemeket tudtunk elhelyezni, szintén BMS pályázatból. Itt a termelt energia nagyjából fedi is a felhasznált villamosenergiát. A legtöbb helyen gázfűtésről vegyes tüzelési kazánokra váltottak, mondta Fazekas Attila. A szükséges fa mennyiségét a közmunkások bevonásával gyűjtik, részben azokról a területekről, ahol a település bővülése miatt újabb utakat terveznek létrehozni.